Üdvözlök mindenkit a Kisvárda Master Budaeset Dunajugrás KKO mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezetőedzőit Vágó Attilát és játékosát Barján Biancát, a hazai csapat vezetőedzőit Bakó Botondot és játékosát Szabó Ninát. Megkérném a vendégcsapat vezetőedzőjét, értékelje a találkozót. Gratulálok a vendégcsapatnak, a hazai csapatnak a továbbításért, és a magunknak pedig azért, hogy ugyan több gólt kikaptunk, mint pár nappal ezelőtt, mégis sokkal jobb a szánk íze, úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó mérkőzés volt a számunkra, jót játszottak a fiatalok, éltek a lehetőséggel, és nagyon szép egyéni teljesítmények voltak. Más kérdés, hogy ott a 45-50. Perc környékén, mikor védekezést látott a Kisvárda, illetve kapus cseréltek, ott az egy fordulópontja volt a mérkőzésnek, és ott azért visszajöttek ugyanolyan pontatlanságaink a befejezésnél, mint a szombati meccsen, és a csapatnak a kapusok megint nagyon periódus produkált. Kevesen voltunk ott, egy picit elfáradtunk a végére, azt éreztem, hogy már nem volt frissesség, nem csak a lábakban, hanem inkább a döntés helyzetekben. De még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy roppantul elégedett vagyok, és úgy gondolom, hogy egy-két játékosunk bizonyított, hogy szerepet kell nekik számunk a hátrébb időszakban következő mérkőzéseken, akár bajnokikon is, vagy adott esetben a derékok a mérkőzéseken. Köszönöm. Megkérném a vendégcsapat játékosát, értékelje a találkozót. Én is gratulálom a Kisvárdának a továbbításhoz. És én nagyon-nagyon gratulálok a saját csapatomnak, a fiataloknak és azoknak a játékosoknak, akik lehet, hogy eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Én azt gondolom, hogy a szívüket, lelküket itt tényleg mindenki kitette a pályára. Nyilván voltak hibák, ezt mondhatjuk rutintalanságnak, esetleges olyan zicserek, amiket ott ennél, kettőnél, akár x-nél kihagytunk. De én nekem nagyon-nagyon jó érzés volt most így itt ebben a csapatban együttműködni velünk, mert egy szuper-szuper társaság volt. Nyilván, amit az Attila is mondott ott, amikor kapus cserélt a Boti, akkor egy kicsit ott lehet, hogy jöttek emlékek, hogy hova is kellett ott lőni neki. Az ott megilletődés lehetett számunkra. Én nagyon büszke vagyok, ennyit tudok mondani. Tényleg, én most szokták mondani, hogy nyerjétek meg a Magyar Kupát. Köszönjük. Megkérném a hazai csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot, értékelje a találkozót. Köszönöm a gratulációt, én szeretném gratulálni, valóban jól játszott az Újváros, és sokkal felszabadultabb, dinamikusabb játékot láttunk a mai napon. Az a tisztában voltunk is, hogy ez egy más mérkőzés lesz, és gyakorlatilag talán nem bántásként mondom, talán tév nélkül vagy teher nélkül léptek pályára, és azért ezek jól szoktak elsülni ezek a dolgok. Azt gondolom, az első fél időben viszonylag nem kézabdáztunk rosszul mi sem, de a védelmünk azért közel nem volt olyan feszes, mint kellett volna, és a fél távoli lövésekben a sánc kapus összhang az egyáltalán nem volt meg. Ebből sok gólt kaptunk, illetve a második szándékú játékokból a beálló körül is megtalálták a befejezéseket, de tudtuk tartani előnyünket. Aztán a második félőben jött egy abszolút rossz periódus, ahol három góllal is vezetett a ellenfelünk. Azt gondolom, hogy azért 3-4 teljesítménnyel nem lehetek elégedett, mert többre képesek ezek a játékosok, és ma azért nem azt nyújtották, amit kellett volna. Addig forgattuk és kerestük a felállásokat, amíg a végjátékra, sőt a másik fél közepénél talán megtaláltuk azt a felállást, amit szerettünk volna. Pásztor vettük a Kuba állítással, igen, azt gondolom egy kusmentum volt, de azon után nyitott védekezés is egy nagyobb stabilitást hozott a védekezésünkben. Ebből lerohanás gólokat lőttünk, és az utolsó 10-12 percben támadásban is egészen jó kézabdáztunk, meg tudtuk fordítani. Örülünk természetesen a továbbjutásnak és annak, hogy -3-nál nem ijedtünk, nem kezdtünk el pánikolni, hanem higgadtak tudtunk maradni, és meg tudtuk oldani a feladatokat, vártuk és tudjuk, hogy minden mérkőzés komolyan kell venni ahhoz, hogy sikeres legyél. Természetesen foglalkozunk a
a hibáinkkal, illetve a pozitívumokkal és az ahhoz, hogy, hogy a testünk egyensúlyozottan legyen. Köszönöm, megkérném a hazai csapat játékosát, értékelje a találkozót. Én is először szeretném köszönöm a gratulációkat. Úgy gondolom, hogy az első fél időben nem volt elég agresszív a védekezésünk. Támadásban is vétettünk több alaphibát. Második fél időben szintén így kezdtünk, de utána az utolsó 15 percben sokkal okosabban és koncentráltabban tudtunk támadni, mint védekezni. Betty nagyon jól fogott az utolsó 15 percben, ez más stabilitást jelentett nekünk, és büszke vagyok arra, hogy nem ijedtünk meg az utolsó percekben, hogy mi vezettünk. Ebben szerintem fejlődést mutattunk, és örülünk, hogy megnyertük a mérkőzést. Köszönöm az értékeléseket!